mellett állva másról beszélni, mint a szabadságról. Nem lehet. Petőfi, ha élne, ő is a szabadságról beszélne nekünk. Úgy tudjuk, hogy március 15-e a szabadság ünnepe. De vajon ünnepnap-e ma március 15-e? Nem. Nem ünnepnap. Ünnepelni csak azt lehet, ami létező, valóságos, amit átélünk, ami örömet okoz. Érezzük az örömöt most? Átéljük a szabadságot? Nem. Tehát ma nem a szabadság ünnepe március idusa, hanem ez a nap a szabadságra való emlékezés napja, a szabadság akarásának a napja. Szabadságról a mai értelemből azóta beszélünk, mióta a demokrácia, mint olyan létezik. Amióta úgy vagyunk, hogy nem szeretnénk, ha nekünk, embereknek az élete egy másik embernek a hangulatán, jó vagy rossz kedvén, a befolyásán, a hatalmán, a jó indulatán múlna, hanem egy olyan intézményrendszernek a normális és ellenőrzött működésén, amit mi magunk hoztunk létre. Ezeket hívjuk ma fő hatalmi ágaknak. Ilyen a törvényhozás, amely megalkotja életünk kereteit. Ilyen a közigazgatás, amely ellenőrzi azt, hogy ezekben, és szervezi, hogy ezekben a megalkotott keretekben rendesen folyik az életünk. És hogyha valamelyikkel összeugrunk, akkor ott van a független törvénykezés, vagy az állammal, vagy valamelyik embertársunkkal, és akkor igazságot tesz. És aztán van még egy hatalmi ág, a sajtó, amely, hogyha az előző három, amely megfelelő erővel is rendelkezik, hogy bennünket megregulázzon, ha az az első három valami disznóságot csinál, akkor a sajtó azért van, hogy a mi nevünkben, a nyilvánosság és a közösség nevében megszólaljon. És rámutasson, hogy ez így nem mehet tovább. A szabadságot azért nem élhetjük most meg örömmel, azért nem ünnepelhetjük, mert ezek az intézmények nem működnek, ezek bajban vannak. Nem lehet egy éjjel 11 órakor benyújtott és hajnali 1 órakor jóváhagyott egyéni képviselői indítvánnyal az életünket szabályozni. Micsoda dolog ez? Ez nem a szabadság parlamentje. Nem lehet, hogy a közigazgatásban a hivatalok vezetői, a vezetőbeosztásúak, azok nem a szakértelmük, hanem a politikai lojalitásuk következtében legyenek ott, ahol vannak. És a közalkalmazottak és a köztisztviselők pedig félelemből, és ne azért, mert szeretik a munkájukat, és egyébként is tisztességesek és rendesek, és szeretnek dolgozni, dolgozzanak. Hanem ellenőrzötten, fenyegetetten, az állásukat félve végezzék naponta a munkájukat. Ez nem a szabadság közigazgatása. És nem a szabadság törvényszéke az, ahol a legfőbb bírói testület, tehát a legfőbb bírói testület, az alkotmánybíróság az nem láthatja el a feladatát. És azok az urak nem álltak föl szakmai büszkeségből, hogy hát mostantól, hogy nem lehetünk igazán bírái az alkotmánynak, nem dolgozunk tovább. Nem tiltakoztak. Sajnos ma az, hogy a törvény előtt igazságot kapunk, az pontosan arról szól, hogy vannak még tisztességes bírók. Nem pedig az intézményrendszeren. A sajtó pedig siralmas állapotban van. Azt láthatjuk, hogy a sajtó ma a hatalmon lévők szennyesét védi, azt akargatja, nem pedig azon dolgozik, hogy a mi nevünkbe és érdekünkbe ellenőrizze a hatalmon lévőket, hogy csinálnak-e valami disznóságot velünk szembe.
2011 novemberében, decemberében létrejött itt a szolidaritás, azóta nyíltan, határozottan harcolunk a kormány ellen. Akkor 2011 novemberében, miután semmi kilátás nem volt arra, hogy a kormány egy picit is változtatna a szándékain, sőt egyre agresszívebben és egyre cinikusabban intézték az életünket, azt gondoltuk, hogy messze valahol 2014 tavasza az egy gyünge, de mégis látható fénysugár ebben az orbáni barlangban, és ha afelé haladunk, akkor egyszer csak eljutunk a kijárathoz. És tüntetésekkel és tiltakozásokkal siettettük az időt, és egyre közeledtünk 2014 tavaszához. Ma 23 napra, 23 lépésre vagyunk ettől az akkor távolinak látott kijárattól. És mit látunk, barátai? Az, hogy becsaptak bennünket. Mi magunk hagytuk becsapni magunkat. Az a rés, az a fénysugár, amit 2011-ben messze láttunk, és úgy gondoltuk, hogy ha majd a közelébe érünk, akkor az egy nagy kijárat, ez egy nagy kapu a demokrácia felé. Hát nem. Itt vagyunk 23 lépésnyire, és az olyan-olyan pici repedés, és egy kis luk a falon. Nem a kijárat. Elcsalták a kijáratot. És most itt állunk, és nézzük azt a kis fénysugarat, ami onnan bevilágít, ott kint van a demokrácia. Ott kint van mindaz, amire 4 éve várunk, amire 3 éve keményen, amiért küzdünk. Mit mondana most Petőfi? A gyerekek, forduljatok hátra, ott nem férünk át, de csaptak bennünket. Nem, ez az úr, vagy ez a suhanc, ez nem ezt mondaná. Ez azt mondaná, amit én is mondok, vállat a vállhoz, fogjunk össze, vegyünk nagy levegőt, nagy lendületet, és neki annak a résnek. Az egy repedés. Azt együtt át tudjuk törni. Van miért kimenni. Ott vár ránk, amiért 3 éve kínlódunk, 3 éve szenvedünk, és amiért élni szeretnénk egész életünkbe. És akkor hogy kérdezzem meg tőletek? Egy nagyon egyszerű dolgot. Mert ugye már mindannyian tudjátok, hogy mi április 6-a érvényes kérdése. Rabok legyünk? Vagy szabadok? Ez április 6-a kérdése. Válasszatok! Köszönöm.